kongresszusi hozzászólások sorában három szereplőt szeretnék most kiemelni. Lendvai Ildikó, Kunhalmi Ágnes és Korózs Lajos. Mindhárman olyan társadalompolitikai kérdésekkel foglalkoztak, amelyek azt gondolom, hogy minimum 10 millió embert érintenek Magyarországon. Itt a minimum alatt egy idézőjelbetétre használt kifejezést értek, hiszen valamennyiket érintenek. Az MSZP ezt össze is foglalta írásban, erről szól az iránytű címet viselő stratégiai program. Iránytű címmel fogadott el a program tanács egy anyagot, amelyet az őszi kongresszusunk véglegesít. A stratégiai dokumentum természetesen az őszi kongresszus előtt párt belső vitákon is keresztül megy, és utána pedig természetesen társadalmi vitákra is sor kerül. Lendvai Ildikó beszédében többek között elmondta, hogy a pártban nem kevesebb, hanem több és mélyebb vitát kell megvívni, mint az egyes politikai csoportok bűnbakjainak kölcsönös megnevezése. Felvetődik a kérdés, hogy balra-e vagy sem. Erre először úgy le kell válaszolni, hogy először elemeznünk kell, az elmúlt időszakban az MSZP valóban baloldali politikát folytatott-e, és Lendvai Ildikó válasza az, hogy igen, a körülmények között és a körülményekhez képest. A rendszerváltás környékén az MSZP történelmi feladatot hajtott végre, amikor megteremtette a szabad piacra való áttérés és a demokratikus berendezkedésre való áttérésnek a lehetőségét. Nehéz feladat volt, saját népszerűségét is feláldozva ezzel hajtották végre az akkori kormány, illetve az akkori politikai szereplők ezt a feladatot. Ugyanígy a Hon kormány idején is óriási feladatot hajtott végre az MSZP kormányzásával, hiszen történelmi tett volt, hogy a modernizáció és a szabadpiac kiszélesítése mellett a demokrácia szélesítésére is teret biztosított, hiszen a kétharmados többségével az akkori kormányzat nem visszaélt, hanem csak élt, sőt, az ellenzéknek többletjogokat biztosított, de a társadalom azon szereplőinek is, akiknek politikai képviselete a parlamentben nem volt megoldva, folyamatos egyeztetést tett lehetővé. És természetesen ebben az időszakban szintén a saját népszerűségének feláldozása árán is az MSZP az ország érdekét helyezte mindig szem elé. Most jön a legnehezebb lecke, hiszen az elmúlt 8 évről is egyszerre kell elmondani, mi az, ami eredmény, a modernizáció, az infrastruktúra fejlesztés, az oktatás hozzáférésének kiszélesítése, a tankötelezettség korhatárának felemelése, a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítása, vagy éppen az elmúlt évig sikeresen működő közmunkaprogramok, amiket ez a kormányzat szétvert, ezek mind-mind azt mutatják, hogy voltak eredmények, és természetesen voltak botlások is. Nem lenne őszinte, ha ezt nem ismernénk be. A legnehezebb feladat azonban az, hogy ebben az új rendszerben, amit az Orbán rezsim testesít meg, illetve ami a világgazdasági válság következtében még egész Európában és az egész világon jelen van, milyen válaszokat képes adni a magyar baloldal. Lehet, hogy piacon kívüli vagy félpiaci megoldásokat is kell biztosítanunk az emberek számára, hiszen szociális szövetkezetek vagy közösségi munkaszervezetek nélkül nem biztos, hogy elképzelhető, hogy még több munkahely teremtődjön Magyarországon. A munkahelyteremtésről nem csak általában kell beszélni, és nem csak beígérni kell, hogy 1 millió munkahelyet teremtünk, mint ahogy tette ezt az Orbán rezsim hatalomra kerülése előtt, hanem valójában is tenni kell ezért. Különböző kedvezmények révén erről Korózs Lajos a későbbiekben beszélt, illetve például Lendvai Ildikó két munkaformát is megnevezett. Ha ezen a területen is tudunk sikert elérni, ha az oktatáshoz való hozzáférés további szélesítése mellett, ha a demokratikus jogok biztosítása mellett tudunk ezen a területen is sikert elérni, akkor az MSZP ismét lehet egy jó váltópárt, egy olyan státuszba kerülhet, amely alapján az MSZP emberek nyugodt szívvel szavazhatnak rá. Kunhalmi Ágnes azt mondta, hogy az MSZP egy olyan párt kell, hogy legyen, ami szerethető is, és a boldogulás esélyét kívánja nyújtani az embereknek. A boldogulás esélyét, amelyben a szolidaritás is megjelenik, de természetesen azoknak is teret kell biztosítani, akik társadalom vezető ereje tudnak lenni. És természetesen nem szabad, hogy rólunk mások mondjanak véleményt, a szocialistáknak saját maguknak kell értékelniük az elmúlt 8 éves teljesítményt, ez alatt értem a 2002-2010 közötti időszakot és az elmúlt 20-21 évet is, hiszen a rendszerváltás idejétől kezdve napjainkig a Magyar Szocialista Párt folyamatosan történelmi tetteket és meghatározó modernizációs folyamatokat indított el, hajtott végre. Korózs Lajos, aki elnökségi tagunk, szintén mint Kunhalmi Ágnes,
elsősorban szociológusi mi voltából vetett fel pár témát, így például az, hogy be kellene Magyarországon vezetni a minimális jövedelmet, a minimum jövedelmet, ami a megélhetés biztosítandó egy szerény, de mégis az életben maradáshoz szükséges jövedelmet mindenki számára elérhetővé tesz, amihez természetesen munkahelyek is kellenek, és erre ő maga is azt mondta, hogy egy komplex javaslatcsomaggal kell előállni, amelynek több elemét ő maga is megnevezte, a szociális szövetkezetek és a közösségi munkaszervezetek mellett a járulékkedvezmények rendszerét fent kell tartani, illetve fejleszteni kell. Tudniillik, ugyanis a szocialista kormányok idején a startkártya családdal például számos járulékkedvezményt biztosítottunk nagyon sok munkavállalónak, akik a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben voltak, és igazából nem az adócsökkentés, az SZIA csökkentés az, ami munkahelyteremtéshez hozzájárulhatott volna az elmúlt egy évben is, hanem a TB járulékok csökkentése az, ami valójában a munkaadóknak is és a munkavállalóknak is segítséget jelent, és esetlegesen munkahelyteremtéshez is segítséget nyújt. A szegénység elmélyülése és a szegénység határára sodródás elkerülése érdekében a megélhetés biztosító munkaformák kialakítására is szükség van elsősorban a kis településeken. Itt a civil szervezeteket ugyanúgy be kell vonni, mint ahogy az önkormányzatokat. Nem visszafejleszteni kell az önkormányzatokat, mint a jelenlegi kormányzat teszi, hanem fejleszteni. És végül nem utolsó sorban szót említett, vagy szólt Korozs Lajos arról is, hogy a dolgozó szegények milyen nehéz helyzetben vannak. Amikor szegénységről beszélünk Magyarországon, akkor mindig azt gondoljuk, hogy a hajléktalanok, a munkanélküliek, a kilátástalan helyzetben sodródott emberek sokasága, az csak azokat érinti, akik nem dolgoznak, holott nagyon sokan dolgoznak, és szó szerint éh bérért. A dolgozó szegények érdekében is többet kell tenni, például az igazságtalan adórendszert vissza kell fordítani. Az MSZP továbbra is hisz abban, hogy nem az alacsonyabb jövedelmektől kell elvenni és a gazdagabbaknak adni az adórendszer révén, hanem fordítva több felelősség fent és több lehetőség lent elvét követve a progresszív adórendszert kívánjuk visszaállítani kormányra kerülésünk után.